Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban arról fogok nektek beszélni, hogy a terepasztalom, amit 2,5 éve kezdtem el építeni, beváltotta-e a hozzáfűzött reményeket, és hogy milyen tapasztalatokat gyűjtöttem vele kapcsolatba. A terepasztalom építése előtt számos szempontot figyelembe kellett vennem, ugyanis meglehetősen limitált volt a hely. Erre a helyre kellett egy olyan terepasztaltervet csinálnom, ami kielégíti az igényeimet. Szerettem volna mindenképpen egy nyílt vonalas részt a terepasztalra, szerettem volna azt, hogyha folyamatos üzem lehetséges a terepasztalon, azaz körbe tudnak menni teljesen a vonatok, szerettem volna egy kis állomást, illetve szerettem volna rejtett tárolókat is a terepasztalra. Körülbelül 100 darab tervet készítettem, különböző alakú, formájú asztalokat terveztem, és ezek közül ugye jelenleg a megépült terepasztal lett a befutó. Kicsit szokatlan volt ez a forma, nem túl sok ilyen jellegű asztalt látok, amiben konkrétan, ahogy itt látjátok, be tudok ülni az asztal közepére. Ezt a formát igazándiból én külföldi oldalakon láttam először, onnan merítettem az ötletet. Inkább egy keskenyebb, 60 centi mélységű ez a rész az állomási modullal, és egy 20-25 centi mélységű a nyílt vonali rész. Így nagyon könnyen el lehet érni minden pontját a terepasztalnak, nagyon könnyű volt az építés, és egy jó megválasztott háttérposzterrel pedig el tudjuk érni azt a hatást, hogy egy kis teret adjunk, egy kis mélységet adjunk az egész elkészült létesítménynek. Ennél a kialakításnál nagyon jól rá lehet fókuszálni az adott témára. Itt a téma nyilván egy terepasztalnál az, hogy ugye megy a vonat. És ami érdekes a nagyvasúton is, ugye az az állomás és az állomás környéke, valamint ugye a nyílt vonalon az, hogy megy a vonat. Na most ez a terepasztal, ez mind a kettő témát le tudja képezni, ugye itt van az állomásunk, és itt a másik oldal pedig a nyílt vonali rész. Az állomáson nagyon jó kis állomási mozgások végezhetőek, akár tolatások, akár vonatkeresztek lebonyolítása. A nyílt vonali részen pedig tudunk gyönyörködni abba, hogy egy szép 5-6 kocsis szerelvény elsuhan az orrunk előtt. Ez a terepasztal ilyen szempontból mind a két kritériumot teljesíti, és gyakorlatilag egy ilyen 2:1 megoldásként használható. Ha megnézzünk az amerikai modellezőket, náluk rengeteg olyan asztal van, ami a polc-szerűen megy a fal mellett, és ilyen 35-40 centi mélységű a nyílt vonali részeken, állomásokon nyilván több, de ott is az a koncepciójuk, hogy nem kell minden oldalról hozzáférhetőnek lenni, elég egy adott perspektívát figyelembe venni, és arra megtervezni az asztalt, és sokkal élvezetesebb, sokkal jobb üzem valósítható meg vele, és sokkal jobb az, hogyha tényleg az ember konkrétan az asztal mellett tud állni, és belátható távolságon belül vannak a történések, ott mennek a vonatok, és tényleg hosszába látszik inkább az asztal, mint ugye széltébe. Így sokkal jobban tudjuk élvezni az egészet, mint hogyha mondjuk annyit látnánk belőle, hogy ott hátul a másfél méterre tőlem hátul valahol messziségbe megy egy vonat. Az is szempont volt nekem, hogy mint így látjátok egy széken ülve, gyakorlatilag ha nem is szemmagasságba, de egy nagyon jó perspektívából tudjam nézni itt a forgalmat a terepasztalon. Nagyjából ez az a perspektíva, amit hogyha kimegyünk az állomásra is láthatunk, főleg egy olyan helyen mondjuk, ahol esetleg egy bevágásban közlekedik a vonat. Nagyon jó fotós helyek vannak rajta, tényleg ez most viccesnek hangzik, de fontos volt, hogy lehessen jó képeket csinálni a terepasztalról, a járművekről. Az, hogy fotorealisztikus képeket és videókat tudjak csinálni, ugye ehhez kellett egyrésztről ez a szép háttérposzter, meg azok, amik itt a nyílt vonal mögött vannak, illetve az, hogy magának az asztalnak a kialakítása is lehetővé tenni azt, hogy a fényképezőgépet, a kamerát el tudjam úgy helyezni, hogy jó képek készíthetőek legyenek vele. Ugye egy olyan asztalon, ahol felső vezeték is van, azért nem lehet bárhova letenni a fényképezőgépet, kamerát, viszont úgy van ugye kialakítva, hogy innen oldalról gyakorlatilag nagyon szépen be lehet látni az egész állomást, és ugyanez igaz a nyílt vonali részre is. Ha
ha az ember be tud ülni így a terepasztal közepére, akkor hiába ez a terepasztal valójában egy divikör, hiszen körbe és körbe mennek rajta a vonatok, még sincs az az érzésem, hogy folyamatosan szem előtt van minden, és folyamatosan szem előtt köröz a szerelvény az asztalon. Úgyhogy ezt is nagyon jól sikerült így az asztalnak biztosítani. Fontos volt az asztal tervezésénél, meg az építésnél is. A későbbi bővíthetőség, illetve annak a lehetősége, hogy legalább egy 10 évig biztosítsa ez az asztal így a járműveimnek az otthonát. Az asztal 5 darab modulból lett felépítve, 1, 2, 3 és a 2 darab nyílt vonali modul. Mindegyik modul cserélhető, tehát ha szeretném, akkor az egész nyílt vonali részt újjá tudnám építeni, tehát ki tudnám cserélni, ki tudnám emelni ezt a 2 modult, és ide lehetne készíteni egy másik nyílt vonali részt. Ugyanez igaz az állomási modulokra is, ott ráadásul elég a felső tereplapot leemelni, és ehelyett csinálni egy másikat esetleg, hogyha bővíteni vagy módosítani szeretném a későbbiekbe. Ez abból a szempontból hasznos tud lenni, hogy nem kell nulláról fölépíteni az egész terepasztalt, hanem elég csak azokat a részeit cserélni, vagy fejleszteni, vagy módosítani, amiket tényleg szükséges. A későbbi bővítéshez kapcsolódóan, ugye van egy csonkavágányom nekem ott a terepasztal egyik végén, ami kifut a széléig, az azért van odaépítve, hogyha esetleg olyan lehetőség lesz a jövőben, hogy abba az irányba lehet egy picit bővülni, akkor oda lehet tenni egy olyan kis szegmenst, ami tartalmaz esetleg egy kis mozdonyszint, vagy valami rakodót, vagy egyéb kis létesítményt, tehát abba az irányba lehet még bővíteni az asztalt, illetve lenn itt az állomás alatti részen az oldala ki van vágva, technikailag lehet abba az irányba is bővíteni, ott a rejtett tárolós részből lehet kiágasztatni egy vágányt, és úgy terveztem meg itt az állomási résznek a közepét, hogy ide be lehet toldani még egy körülbelül 50-60 centis modult, hogyha esetleg a későbbiekben lesz rá hely, és ennyivel meg lehet növelni itt az állomás hosszát, gyakorlatilag lenne a tároló mindegyik vágány teljesen egyenes, itt fönt pedig úgy van kialakítva ez a rész, hogy ide egy váltó beillesztésével, egy csonkavágány kialakításával akkor is be lehet szúrni egy 60 centis darabot, hogy kijöjjön erre a kis mögöttem látható rakodóvágányra a pálya geometriája. Úgyhogy egy ilyen lehetőség megvan ebbe a terepasztalba. Tényleg nekem az a tapasztalatom így a korábbiakból is, hogy ez egy olyan dolog, amire sokan nem gondolnak, pedig nagyon fontos tud lenni, főleg akkor, hogyha az ember nem biztos abba, hogy meddig tud abba a szobába maradni, vagy meddig lesz akkor a hely a terepasztalának, amekkora van. Ha csinálunk valamit, akkor olyat csináljunk, ami későbbiekben esetleg egy nagyobb helyen bővíthető, és nem kell feltétlenül nulláról elkezdeni, hiszen itt az elmúlt 2,5 évben rengeteg munkaórám benne van abban, hogy most éppen úgy nézzen ki a terepasztal, ahogy kinéz, és nulláról elkezdeni mindig egy nehéz munka, nyilván az embernek a szabad idejéből kell ezekre áldozni valamennyit, és hát ha csinálunk valamit, akkor szerintem csináljunk okosan, legyen az a dolog jövőbiztos, és sokat tud nekünk így spórolni akár munkaórába, akár pedig anyagiakba. A rejtett tárolót én már semmilyen terepasztalomról nem hagynám ki, itt is hatalmas szolgálatot tesz nekem, gyakorlatilag 7 darab vonat eltárolható komplett szerelvény itt lent, úgyhogy még egy vágány szabadon marad, ugye 8 vágányos a lenti állomás. 3 darab csonka van, ide motorvonatokat, illetve ugye ingaszerelvényeket lehet beállítani, a többi vágány pedig átmenő vágány. Ez azért is fontos, mert így ugye meg tudom csinálni azt, hogy az állomásról elindult vonat ott lent pihen, esetleg másik irányból egy másik vonat jön elő az alagútból, és változatossá lehet tenni a
vonatforgalmat. Ezzel bizony élek is, meg lehet csinálni azt, hogy az ember teljesen kiüríti az állomást, nincs itt semmi, és el lehet játszani azzal, hogy most akkor jön egy vonat, megvár egy másikat, közben elmegy egy harmadik, és tényleg lehet azt az érzést kelteni itt a forgalom terén is, hogy mintha egy igazi üzem lenne, mintha egy igazi állomáson lenne az ember. Nagyon jól meg tudjuk idézni így ezzel a megoldással szerintem az igazi vasút eme elemeit is. Ha már a forgalomnál tartunk, akkor érdemes megemlítenem az üzembiztonságot. Itt ugye akármennyire alaposan próbáltam el a dolgokat, azért voltak bökkenők, volt nem egy siklás is. Ez jellemzően a különböző kényes kocsikból adódott, ugye az Acme-nak vannak olyan járművei, amik hát hírhetten nem szeretik a különböző ív és lejtő emelkedő kombinációkat, illetve váltó kombinációkat, illetve a Brava kocsik azok, amiknél rá kellett jönnöm, hogy bizony a magasságállítós kuplunggal kell őket járatni, mert olyan közel kerülnek egymáshoz a kocsi végek, hogy az siklást okoz. Viszont szerencsére a legtöbb kocsi az probléma és gond nélkül elközlekedik a terepasztalon. Mozdonyok se siklottak, még a V63-asok se, pedig ugye hát tőlük mindenki óckodik, hogy a szűk ívekbe, íves váltókon, főleg emelkedőnél, lejtőnél, átmeneteknél siklonak, hát nálam egyetlen egy V63-as se siklott ki. De ezek is olyan dolgok voltak, amiket így idővel kitapasztaltam. Kitapasztaltam, hogy melyik kocsitípusoknál jó a rokó fecskefarkas kapcsoló, melyik kocsitípusokat kell univerzális kapcsolóval összekapcsolni, hogy ne akadjanak szét. Nem volt gond az emelkedők mértékével is, ugye 2,83%-os körüli emelkedőkről beszélünk itt a nyílt vonalon, minden jármű föl tudott rajta eddig jönni, még a tapadógyűrű nélküli csörgő is komolyabb probléma nélkül megbirkózik itt a feladattal. Szóval szerintem sokat segít ebben az, hogy igazándiból az emelkedő nagy része az viszonylag egyenes szakaszon, illetve nagy sugarú, tehát 500 mm fölötti sugarú ívben fekszik. A felső vezeték ugye nemrég készült el teljesen. Itt is még azért vannak finomítások, amiken dolgozok. Nagyon sok mozdonynak nagyon kis másfajta áramszedője van, például a rokó mozdonyoknak más az áramszedője, a Jägendorferé más. Ezekkel mind-mind ki kellett próbálnom itt az összes vágányt, az összes lehetséges útvonalat, amit ők be tudnak járni, és meg kellett hozzá csinálni azt, hogy a felső vezeték oszlopokat jobbra-balra igazgatni, illetve volt olyan hely, ahol oszlopot is át kellett helyezni, máshogy kellett megoldani a dolgokat, de nagyjából mai napig eljutottam oda, hogy mindenhol tud minden menni felengedett áramszedővel, lent a tárolónál ott nem lehet, tehát az alagútba való lejáratkor ott le kell csukni kézzel az áramszedőt, meg kell állítani a vonatot, mert ott nincs kiépítve a felső vezeték, nagyon-nagyon kicsik a belső magasságok, és nem igazán lehet ezt üzembiztosan megoldani. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, nagyjából ennyi lett volna így ez a gyors kis beszámoló így 2,5 év táblatából. Összességében tényleg annyit tudok mondani, hogy elégedett vagyok, és nem bántam meg azt, hogy ezt a terepasztalt így építettem meg, ahogy megtettem, és remélem, hogy még sokáig fogom majd tudni élvezni itt a vonatforgalmat és a terepasztalnak az adottságait a jövőben is, úgyhogy jön még sok vonatos videó, meg szerelős videó a csatornára. Köszönöm szépen, további szép napot, jó modellezést kívánok mindenkinek. Sziasztok!